Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a tanítványainak. Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról. Amikor már zöldelni kezd és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem egyedül az atya. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ahogy közeledik az egyházi év vége, az emberfia eljövetelére irányul a figyelmünk. Az egyház erre hívja fel a figyelmünket, hogy Jézus már eljött, megváltott minket, és visszatért az atyához, de eljön újra. Úgy tűnik, hogy a fennálló rend megsemmisül akkor, de ugyanakkor pozitív fordulatnak is lehetünk majd a megtapasztalói. Mert hiszen először is azokra a napokra a gyötrelem lesz a jellemző, amikor az emberfia újra eljön. A nap és a hold elsötétül, a csillagok leesnek az égről. Ez már az Ószövetségben is jelen van, hogy a világ végén mindez bekövetkezik. De ezek a jelek az emberfia eljövetelét megelőzik, és kiemelik az ő eljövetelének a nagyságát, fontosságát, jelentőségét. Az emberfia eljön, és megszabadító ítéletet tart. Mert hiszen a küzdelem itt a földön megvan, a jó és a rossz között, és akkor majd, amikor ő eljön újra, az Úr, Jézus, akkor igazságot szolgáltat, és kimondja az ítéletet. Isten egyedüli hatalmát hirdeti, és uralmát, hogy a nap és a hold elsötétül, a csillagok leesnek az égről, ez azt is jelzi, hogy újra teremt mindent Isten. Isten városának, ahogy a Jelenések könyve mondja, nem lesz szüksége világítókra, mert az Úr lesz a világossága. Isten ragyogó világossága nyilvánvalóvá válik ekkor. Mi már most itt a földön Krisztus világosságát tapasztaltuk meg. A keresztségkor az egyház égő gyertyát ad az ember kezébe. Ezzel is jelzi, hogy Krisztus a világ világossága, és ő azért jött, hogy megvilágosítson minden embert. Ezt a világosságot fogadjuk be, Krisztus világosságát, és ő vezet bennünket ezen a földi életnek a zarándok útján. Csak az igazak egybegyűjtéséről van szó a mai evangéliumban. Az igazakat gyűjti maga köré Jézus, mert ők megvallották Krisztust itt a földön, és majd ő is megvallja őket a mennyei atya előtt, ezt már megígérte az evangélium előzményében. És valóban így van, az emberfia azokat gyűjti egybe, akik vele közösségben vannak. Ez az egybegyűjtés nem csak a Jézus második eljövetelekor valósul meg, hanem már itt a föld életünk során is. Most is közösségbe akar gyűjteni bennünket az Úr. Össze akar gyűjteni újra és újra a liturgiában, a szentmisében.
Azt akarja, hogy őt hallgassuk, vele egyesüljünk a szent áldozásban, és őt mutassuk meg a világnak az életünk során. Isten közösséget akart, és ez a közösség majd akkor válik teljesen nyilvánvalóvá, és az Úr hatalma is ott mutatkozik meg a maga teljes valóságában, amikor az emberfia eljön, és látni fogjátok, mondja az ige, látni fogjátok őt. És milyen öröm lesz azoknak, reméljük, hogy számunkra is, akik őt szeretnénk már most látni. Bár tükörben homályosan látunk, a látásunk még nem tökéletes, de tisztul, és várjuk Jézus eljövetelét, és így élünk ebben a világban, és ezt hirdetjük másoknak is. Krisztus el fog jönni, ítélni élőket és holtakat, országának nem lesz vége, ahogy imádkozzuk, újra és újra, de kérjük azt, hogy valóban keressük az ő országát, az ő igazságát, a többi pedig megadatik nekünk itt a Földön, és reméljük, hogy mi is azt az örömet megtapasztaljuk egykor, hogy látni fogjuk őt, amint van, és ez lesz igazi boldogságunk és örömünk. Amen.